Hosszú évek óta hagyomány Tatabányán, hogy minden évben más városrész adja a város karácsonyfáját, amit ma vágnak ki. Kis Imre áll mellettem, aki felajánlotta ezt a gyönyörű 14 méteres fenyőt a város számára. Kedves Imre, miért érezte fontosnak, hogy megtegye ezt a felajánlást? Hát azért vagyok boldog, mert a kertet most már tudom majd utána művelni, árnyékot nem vett. Boldogan nézhessék a kicsinyek is, meg az idősebbek is. Igen, hiszen ugye az Árpád térre fog kikerülni, december 3-án indul az adventi vásár és ablaknyitogató programsorozat, és hát ott a teret fogja díszíteni ez a fa. Van valami története egyébként a fának, mióta nevelgette ön itt a ház előtt? Az a helyzet, hogy a szüleim 1976-ban mind bányakáros kerültek ide, és akkor én jártam ide őnekik is a kertet segíteni, művelni, meg egyéb más dolgot is. Aztán valamikor 87-ben, mikor nyugdíjba mentem, akkor már nem emlékszem rá pontosan, akkor hoztam azt hiszem közelről ezt a két fát és ültettem el. Ami tehát az Árpád teret fogja díszíteni, december 3-án indul az adventi vásár és ablaknyitogató programsorozat. Nem csak az hagyomány, hogy minden évben más városrész és egy-egy tatabányai lakos adja Tatabánya karácsonyfáját, hanem az is, hogy a Planbau Mérnök Iroda Kft. Támogatja a Tatabánya Pont csapatát a fa elszállításában. Mellettem Pál János, a cég ügyvezetője. János, miért is állnak évről évre a kezdeményezés mellé támogatóként? Mi már 23 éve dolgozunk a városban, a város vezetőivel, a cégekkel, Tatabányának a szépítésében, és nem csak a munkában, hanem az ünneplésben is szeretnénk részt venni. Szeretnénk együtt ünnepelni az emberekkel ennek a szép karácsonyfának a felállításában. Tatabánya Bánhidán vagyunk, és hamarosan kivágják a város karácsonyfáját, ami aztán átkerül az Árpád térre. Az adventi vásár és ablaknyitogató program sorozat ugyanis december 3-án délután indul, és hát a város karácsonyfáját minden évben egy-egy tatabányai lakos adja, idén ez ugyebár Kis Imre Bánhidáról. Levente, miért fontos a Tatabánya Pont számára, kérdezlek téged, mint a Tatabánya Pont vezetőjét, az, hogy minden évben egy-egy tatabányai lakos adja a város karácsonyfáját? Szeretjük ezt a hagyományt egyébként, mert egyrészt szükség van a városnak egy csodaszép karácsonyfára a belvárosban, és az is fontos, hogy ha valakinek ugye fára szükség van, fát kivágni pedig nem szeretünk, viszont vannak olyan élethelyzetek, amikor szükség van rá. Ezek azok az élethelyzetek, amikor családi házaknál régen fiatalkorban elültetett fák vannak, de mára megnőttek, és veszélyeztetik a házakat. Így mi ezzel segítünk, hogyha valaki felajánlja ezt a fát, amelyik a kertjében van, akkor mi azt kivágjuk, kiválasztjuk előtte, hogy tényleg nagyon szép legyen, méltó legyen a városközpontban, és akkor kivesszük és eltetjük. Úgyhogy ez a mai ceremónia. Ugye az idei év egy kicsit rendhagyó, hiszen kettő fát is kivágtok. Hová kerül a másik? Igen, a Gállagó terepre megy, ott is lesz egy ilyen karácsonyi hangulatú tér, és oda kerül a másik karácsonyfa, másik fenyőfa. Említettem, hogy december 3-án indul az adventi vásár, és ablaknyitogató, miért érdemes idén kilátogatni az Árpád térre december 3-a és 23-a között? Hagyományoknak megfelelően ugyanúgy ablaknyitogató programsorozat lesz az Árpád téren. A naponta kinyílik egy ablak, egy támogató segítségével, minden nap lesz műsor 17 órakor, és a vásár pedig déltől este 8-ig tart nyitva. Idén sokkal több faházzal készültünk, sokkal több kereskedő várja a vásárlókat, és több vendéglátós is, sőt lesznek különleges ételek is, ami eddig még nem. Úgyhogy érdemes eljönni, megkóstolni, igazi adventi hangulat lesz a téren, csak akik régen találkoztak egymással, vagy oda szerveznének randit esetleg, azokat szeretettel várjuk, lehet forradborozni, lehet beszélgetni, lehet műsort nézni, lesznek koncertek, úgyhogy én azt gondolom, hogy méltóképpen ünnepeljük meg a várakozás időszakát. Ráadásul ugye ezzel a gyönyörű szép fával is találkozhatunk, mindez tehát december 3-ától Tatabányán az Árpád téren az adventi vásár és ablaknyitogató programsorozat keretén belül.